Na szavaztok gyerekek, én Bazsi vagyok, és itt lennénk a hatodik részével a Párizs FC karriermódunknak. Az első mérkőzésünkön a Nîmes csapata ellen fogunk játszani, akik... hol vannak? A negyedikek. Úgyhogy nem lesz könnyű dolgunk, viszont mindenképpen nyernünk kéne. Na itt is lennénk, a Nîmes Olympique csapata ellen fogunk játszani. Nagyon jó játszanak eddig ők elvileg a szezonban, negyedik helyezettek, mi pedig a 14-ek vagyunk, de nem szeretnénk ott maradni, úgyhogy ezt a meccset meg kell nyerni. Ayari! Ayari lő! Szép védés. Azaz, Bosilla, menjél! Menjél! Ah, de kikosztuk, bazd meg a kurva élet! Miért hoztam ki? Miért vagyok ilyen kurva hülye? Istenem, pedig vezethettünk volna simán. De egyszerűen olyan kurvára fognak, hogy nem lehet, bazd meg, mert úgy összezár előtted a védelem, hogy nem lehet átmenni. Egy-null. Kiszoptunk. Vége. Egyszerűen nem lehet játszani ezzel a csapattal. Vagyis hát én nem tudok most. És ezért megad egy sárgát. Nem. Szerencséd van. Glombard. De mi a szart csinálunk, hogy mindig elveszik a labdát? Hát nem hiszem el. Minden át 2-0. Faszomat. Ez már hihetetlen esküszöm. Kibaszott kapura lövésünk nincsen, basszad meg magad. 3-0. Már most. Nem. Szerencsére áll egy szalmazsák a kapuban. Nem hiszem el. Ennyit tökölni, mindig elveszíteni a labdát, nem lehet ezzel a kurva csapattal passzolni normálisan. Hát ez hihetetlen! Hát ez bazd meg! 3-0. Úgy van. Jó van, én már feladtam ezt a meccset. Hát és ilyenkor még nem vagyok ideges, tehát hogy azt úgy nézzed. 3-0. 3-0, bazd meg. 5 meccs, 5 pont. Lófasz nem ér ez a szarcsapat. Mi van? Nem akarom megvenni. Akkor simán így. Szevasz. Már nem is értem angolul, esküszöm. Na, azért. Fú, remélem te segítesz, ember, mert ha nem, akkor tökön szúrom magam. Ájárgi, hát ez menjen a kurva anyjába. 62-es nem érdekel, hogy hányos. Leszarom, hogy hányos. Istenem. Csak pontot szerezzünk. Tehát nem tudom, mi van ezzel a kurva csapattal, de lehetetlen velük most játszani valamiért. Na, vége van az átigazolási időszaknak szerencsére már. És megsérül Bosilla. Nagyon jó. Na szóval. Ugye hát most rohadtul szarok vagyunk. Csinálok gyors egy edzést, és akkor utána megverjük a Dijont. Na. Hazai pályán játszunk a Dijon csapata ellen.
Remélhetőleg ezt a meccset most már mindenképpen meg fogjuk nyerni, mert ha nem, akkor nem tudom, mit fogok csinálni. Na, itt is lennénk. Union Park stadion, hazai pályán játszunk végre. Paris FC, Dijon FCO. Remélhetőleg ezt a meccset most már meg tudjuk nyerni. David Faupala bemutatkozik, és remélem, hogy 2 vagy 3 góllal fog bemutatkozni. Faupala, jó labda! Jó! És megfogja ilyen szarlövést. Na mindegy, legalább már volt egy helyzetünk. Nem mondok semmit. Ki fogta? Ki volt rajta azon a játékoson? Boom! Úristen! Ez mi a szar volt? Sírok! És kiállítják Pierre-t. Gratulálok, te öreg faszfej, te! Istenem! Ügyes vagy. Gratulálni tudok. Az piros. Csak egy sárga, jó, nem baj, az is jó. Csak büntessék meg a szavasz. Jó, Bosilla. Úgy van. Bosilla belövi. 90. percben újabb szabadrugásból Bosillától. Jó játékos ő. De máma neki se ment. Viszont ezt most szépen megcsináltuk. Ah, Istenem, végre. Mikor szereztünk utoljára gólt? 4-3 meccse. Jó, vége a meccsnek. 1-1 lett az eredmény. Ember hátrányba sikerült egyenlítenünk. Jó. Tényleg nem megy nekem ez világklasszis szinten, hát sajnálom, de ez van. És gondolom azért is akarjátok, hogy az egész izé mindenféle izé rész azzal teljen, hogy én itt anyázok meg minden. Úgyhogy ez a ti érdeketekben is van. Jó, hát Pierre meg bassza meg magát. Szerintem. Aztán szevasz. Na, ennyi lett volna ez a videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek volna meg. Szevasztok!